Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. Második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de én személy szerint úgy gondolom, hogy nincsenek véletlenek, és az sem véletlen, hogy te éppen most megtekinted ezt a videót, tehát valamit közölnek veled a kártyák. Persze, megvan arra is a lehetőség, hogy kérj egy személyes jóslást álnéven, a díjam 4000 forint indiai asztrológiával kiegészítve 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható az ő életútja. És az életútján van itt egy akadály. Itt anyagiakról van szó, és a pénzügyi dolgokról beszélünk, akkor persze ez összefügg a munkával, a hivatással is. Lehet, hogy vannak anyagi gondjai, vagy problémái a munkahelyén, és ez most őt foglalkoztatja. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható ez a kígyó. Ez a kígyó lehet egy nő is, aki megajándékozza őt, van kapcsolat kettőjük között. Ez nem biztos, hogy egy szerelmi kapcsolat, ez lehet az anyukája, a testvére, lehet a kolléganő, vagy a főnöknő is. Itt látható egy kellemes meglepetés. Lehet, hogy ez a nő szeretné meglepni őt, és ő érzi, hogy itt lesz majd egy meglepetés. Persze, ha a kígyóról van szó, ez nem mindig nőt jelent, ennek más jelentése is van, mégpedig jelenti a megújulásokat, jelenti a gyógyító erőt, és mivel benne van ebben a folyamatban, itt a virágcsokor jelzi az eredményt, hogy minden jóra fordul. Tehát itt vannak ugyan akadályok, de ő megoldja ezeket a problémákat. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt a gyűrűk jelentik azt, hogy keresi a kapcsolatot veled. És ez a horgony, hogy ő nálad le akar horgonyozni. Tehát utal a biztonság érzetére. A gyűrű az lehet egy eljegyzés is. A kártyáknak van más jelentése is. A horgony jelentheti a munkát, és a gyűrűk a szerződéseket, munkahelyi szerződéseket. Így közeledik hozzád, hogy ezt elmondja neked, hogy voltak itt gondok, ami a munkát, az anyagiakat illeti. De a kígyó jelenti a gyógyító erőt, a változásokat. Itt lesz egy kellemes meglepetés, lesznek szerződések és egy stabil munkahely. Azon kívül megvan a kapcsolat kettőtök között, és lesz egy stabil párkapcsolat, sőt, lehet egy házasság is. Mi fűz össze benneteket? Itt van a pecsét, tehát ez biztos. Azon kívül a levél jelenti a kapcsolatot kettőtök között, hiszen jön egy hír tőle, vagy azt is jelentheti, hogy ő elvárja azt, hogy te jelentkezz nála. Ez a levél lehet egy szerződés is, mint például egy munkahelyi szerződés. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!